A hűvösebbre fordult időjárás miatt sok helyen már befűtöttek. Azok, akik még nem ellenőriztették kéményüket és fűtőeszközeiket, ezt ugyan még mindig megtehetik, de ilyenkor leterheltek a szakemberek, és hosszabb a várakozási idő. A kéményseprő összel és télen is el tudja végezni a kémény ellenőrzését, és a szükséges a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kémény ellenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia. A kémények javasolt ellenőrzési gyakoriság a gázos fűtés esetén két évente, szilárd tüzelés esetén évente egy alkalom. Akik családi házban élnek, és a családi házban nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglalt. Településtől függ, hogy kéményseprő cég vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A katasztrófavédelem kéményseprés kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprő cégnél lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. Az, hogy mennyire fontos az ingyenes lakossági kéményseprés lehetőségével élni, mutatja az a tény, amely szerint a tűzoltókat idén már 702 kéménytűzhöz riasztották. Az ilyen esetek leggyakori boka, ha nincs megfelelően kitisztítva és a kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad, minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik. A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgezőgáznak, amennyiben nem biztosított a levegő utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Idén már 14 ember halt meg emiatt. Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lángalégű berendezések a meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szénmonoxid mérgezéshez vezethet. Érdemes minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt helyezni. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófa védelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől vagy vízmelegítőtől egy méterre fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatosság idejükre.